Leúsztatták a Tiszán, délután helyére került a vízirendészet stégi a belváros alatt. Zöldbe borul a város két legfiatalabb körforgalma, az egyiket virágosítják, a másik cserjetakarót kap. Megvan az ideiglenes rangsor, csütörtökig módosíthatnak a középiskolákba jelentkező diákok a sorrenden. Jó estét kívánok! Önök a Szolnok Televízió hírműsorát látják március 23-án kedden 19 órakor. A nap hírei következnek az aktuálisban. Kétségkívül vége a télnek, ennek egyik csalhatatlan jele, hogy visszatért Szolnokra a vízirendészet lebegős tégje, amely Kiskörén vészelte át a hideg hónapokat. A mobil kikötőbe egy időben 4 kis hajó tud majd beállni. A martfű hozta Kisköréről Szolnokra a vízirendészet stégjét. A hivatalos nevén úszóműves kikötőhelyet a parton rendőrök és tűzoltók várták. A ponton a kiskörei téli kikötőben vészelte át a telet, ahová egy hajó húzta föl még ősz végén. Az árvíz levonulása után ugyanezzel a hajóval hozzuk vissza, és a szerkezeti elemeinek a összeszerelésében, összeállításában szintén részt vesznek, illetve segítséget nyújtanak a Szolnok megyei katasztrófavédelemnek a munkatársai is. A kikötőben 4 kis hajó tud beállni egy időben, így kellő erővel, létszámmal tudnak a vízirendőrök nekivágni a folyónak riasztás esetén. Ez a kis apróság, amin állok, az úgynevezett bejáró híd, ez 6,5 mázsánál alig nehezebb. A katasztrófavédelem daruja fogja majd a helyre emelni, és onnantól már használható a lebegő kikötő. Ez az úszóműhöz ki tudjuk kötni azokat a hajókat, amik a tavalyi évben, illetve az idei évben újonnan kerülnek üzembehelyezésre, illetve szintén itt fogjuk tárolni azt a jetski szolgált kisgéphajót, amit az idei évben fog először használni a szolnoki rendőrös ezen a területen. A híd lerakásához emberi erőre is szükség volt, a lebegő kikötő fogadókész. Az úszómű azonban nem a pecásokat, a nyaranta vízbe ugrálókat hivatott szolgálni, hanem a vízi rendészetet. Zöldbe borul a város két legfiatalabb körforgalma. A Városmajor úti és a Mester úti objektum talajának előkészítését első lépésben ma gyomírtással kezdték a munkalehetősége a Jövőért Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft. Munkatársai. Az egyik körforgalom virágborítást kap, míg a másikat talajtakaró cserjékkel ültetik be. Nem adnak esélyt a gyomnak a munkalehetőség a Jövőért Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft. Munkatársai. A Városmajor úti körforgalom első születésnapjára már egy rendezett zöld felület gyönyörködteti az arra járókat, csak úgy, mint a Mester úti testvérkereszteződésnél. Ahol most állunk, itt virágos felületet célzott meg az önkormányzat, a másik végén a útnak, ott fű és talajtakaró cserjefelületek lesznek az idén. Ez azt jelenti, hogy ez beruházásnak minősül tulajdonképpen, tehát egy bizonyos költséggel nagyjából 4 millió forint az idén kialakítjuk mind a két körforgalmat, utána egy jóval alacsonyabb költséggel pedig a következő években már a fenntartási munkák következnek, úgy, mint a város egyéb zöld területeinél, illetve virágfelületeinél. A körforgalmak tavalyi kialakítása során már eredendően termőtalajjal töltötték fel a szigeteket. Ez elvárás a város részéről, hogy minden ilyen típusú beruházásnál alkalmas legyen a terület arra, hogy későbbi fejlesztések történjenek. Ez így helyes. Azonban a átadás óta eltelt egy kis idő, tehát felverte a gyom ezt a területet. Mi most lekaszáltuk, illetve gyomírtóval kezeltük ezt a területet annak érdekében, hogy nagyjából 3 hét múlva, amikor a gyom elhal, akkor már virágfelülethez lehessen előkészíteni. A kikerülő virágokat a munkalehetőség a Jövőért Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft. Kertészetéből szállítják majd a helyszínre. A cserjetakaró és a virágágy gondozása a nyári asszályos időszakban kíván majd komoly erőfeszítést a fenntartótól, mivel a nevezett körforgalmak közvetlen szomszédságában nincs víznyerőhely. Így a locsolást lajtos jármű segítségével oldják majd meg a forgalom minimális zavarása mellett a hajnali órákban. Felújítják a Pelikán kutat az Ötvös téren, a város egyik legrégebbi mélyfúrású közkifolyója egy korábbi csőtörés miatt rongálódott meg.
A több mint 350 méter mélyről érkező vizet azonban nem zárták el, egy ideiglenes kifolyón keresztül a munkálatok idején is ivóvízhez jutatnak azok, akik ennek a kútnak a vizét isszák a legszívesebben. Március 11-én daruval emelték le az Eötvöstéri Pelikán kutat díszítő szobrot és a kút fejet. Az erről készült videót közösségi oldalán tette közzé a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. A videó alatti posztban pedig arról tájékoztatták a lakosságot, hogy a kút csőtörés miatt megrongálódott, ezért a vízvezetékeket és a szobrot egyaránt felújítják. A mai Eötvöstéri kút elődjét a városban másodikként még 1895-ben fúrták. Az új kutat, amelyből napjainkban is 352 méter mélyről érkezik a felszínre a 27 fokos víz, 1982-ben létesítették, és a 90-es években újították fel legutóbb. Akkor került rá a pelikánt ábrázoló szobor is. Szolnok és környéke termálvízben gazdag, összesen 10 közkifolyós kút található a városban, amelyek egyrészt gazdagítják az ivóvízkínálatot, üzemzavar esetén azonban létfontosságúvá is válhatnak. Havári a célból, amikor az adott környezetben csőtörés jelenik meg, és akkor szükségvízellátás szempontjából a lakosok vehetnek vizet, és hát nyilván a nagyon régóta működnek ezek a kutak, és a lakosságnál, mint népszerű ivóvíz használati célra van, aki arra használja, ilyen kúraszerűen. A szolnoki kutakból magas nátrium tartalmú, vagyis alkáli hidrogénkarbonátos víz folyik. Van, aki azt vallja, csak ebből lesz igazán jó húsleves, és ivóvízként sem fogyaszt mást, mint kútvizet. A szakember szerint viszont az az optimális, ha több fajta vizet is iszunk, közte a Szolnokon minden szempontból megbízhatónak számító csapvizet. Jelenleg a városban a kormányrendelet jogszabály szerinti ivóvízminőségű vizet azt a hálózatról, az ivóvízhálózatról tudják vételezni, mert azért ezeknek a kutaknak a magas ásványanyag tartalma és egyéb nyomeleme nem az ivóvízminőségi paraméterek közében tartozik. Amit tudni kell, hogy minden esetben a kifolyó környezetében táblán vannak hirdetve az adott kútnak a vízminőségi paraméterei, ezeket vegyék figyelembe a lakosok. A Pelikán kút a felújítást követően április elején kerülhet vissza megszokott helyére, addig egy ideiglenes kifolyó helyről nyerhetnek vizet azok, akik az Eötvöstéri kútra esküsznek. Véradásra kérik a lakosságot. A Jásznagykun Szolnok megyei civil központ és az Országos Vérellátó Szolgálat közös szervezésében 24-én csütörtökön 8-tól 17 óráig rendezik a 4. civil véradást a Tószegi út 21 szám alatt a véradó állomáson. Az esemény sorozat védnöke professzor Horváth Ildikó, egészségügyért felelős államtitkár, míg fővédnök dr. Herceg Anita, a köztársasági elnök felesége, aki teheti, segítsen, adjon vért. Megkapták a védettségi igazolványt azok is, akiket beoltottak. A postázás folyamatosan zajlik, a plastikkártya QR kóddal ellátott, melyben felfedezhető a koronavírus alakja is. Az igazolványon nincs lejárati dátum, és az oltás típusát sem tüntették fel. A személyi adatokon túl az oltás dátuma szerepel még rajta. A kártya a személyi okmánnyal együtt érvényes. Arról egyelőre nincs információ, hogy pontosan mire jogosít fel, vagy épp milyen mentességgel jár majd az oltás igazolvány. Kedves nézőink, Önök az aktuálista Szolnok Televízió keddi hírműsorát látják, nézzük, mi lesz még a folytatásban röviden. Megvan az ideiglenes rangsor, csütörtökig módosíthatnak a középiskolákba jelentkező diákok a sorrenden. Az előnyt kell csak megőrizni, az Európa Kupa a legjobb 4 csapata közé juthat szerda este a Szolnoki Dózsa. Csütörtökig módosíthatnak a középiskolákba jelentkező 8-os diákok a sorrenden. Minden középfokú intézmény kihirdette ugyanis a központi felvételit írók ideiglenes rangsorát. Ezek alapján kell mérlegelniük a családoknak, hová van esélye bekerülni a gyermeknek. Így néz ki egy ideiglenes középiskolai felvételi rangsortáblázat. Ezek már valamennyi középfokú oktatási intézmény honlapján elérhetőek. A felvételi eredményeik alapján rangsorolta őket a középiskola, hogy azon a tanulmányi területen, ahová ők jelentkeztek, hanyadik helyen állnak.
az nem biztos, hogy ugyanaz, amit ők bejelöltek február 19-én, amikor elküldtük a jelentkezési lapot. Ez alapján ők benyújthatnak egy módosító jelentkezési adatlapot, amiben megváltoztathatják ezt az eredetileg kialakított sorrendet. Kiknek érdemes változtatni a sorrenden? Milyen esetekben javasolják ezt a gyerekeknek? Amikor megnézik az középiskolai ideiglenes felvételi jegyzéket, akkor ott látják, hogy egy-egy tanulmányi területen hanyadik helyen állnak. Tehát ha egy tanulmányi területen tudják, mert hogy ezt tudják a felvételi tájékoztatóból, 30-32 gyermeket vesznek föl a középiskolák egy-egy osztályba, akkor aki 60-80 századik helyen áll, az nem biztos, hogy bekerül ebbe az osztályba, és akkor érdemes neki előrébb hozni azt az iskolát, azt a tanulmányi területet, amelyikben ő előkelőbb helyet foglal el ennél. A középfokú felvételi eljárás utolsó mozzanatánál tartunk, bár nem tudni előre, hogy hányan esnek ki valaki elől, vagyis az ideglenes sorrendet látva hányan jelölnek meg más intézményt. Mégis dönteni kell, méghozzá 25-én csütörtökig. Ha nagyon-nagyon ragaszkodik egy intézményhez, és ő nagyon-nagyon oda szeretne bekerülni, és egyértelművé válik, hogy abba az intézménybe ő nem tud bekerülni, akkor is azt szoktuk mondani, hogy a módosítást inkább ne tegye meg, hiszen azért a fellebbezéssel még van esélye, hogy bekerüljön abba az intézménybe, amiben nagyon szeretne. A járványhelyzet miatt digitális formában lehet változtatni a sorrenden, amit az általános iskolák felvállaltak. Az osztályfőnököknél kell jelezni a változtatás igényét. Ebben az iskolában a gyerekek 30-40% a gimnáziumba, 30-40% a technikumba, 20-40% pedig szakképzésbe jelentkezett. Az utóbbiak közül népszerű a heggesztő szakma, de a szépségipari és a kreatív képzők is. Nagy a bizonytalanság az érettségi körül. A kormány tervei szerint az idei érettségit a tavalyi tapasztalatok hasznosításával hagyományos módon szervezik meg. A pedagógusok szakszervezete azonban úgy véli, a diákoknak elég lenne azokból a tárgyakból vizsgázni, melyből felvételiznek is. A most érettségizők a két tanév alatt mindössze 6 hónapot töltöttek iskolában. Az érettségi idén a hivatalos menetrend szerint május 3-án kezdődik az írásbelikkel. A középiskolás diákok a tavaly novemberi szigorítások óta ismét otthon vannak. Digitális tanrend alapján kellene felkészülniük középfokú tanulmányaik lezárására. Másfél hónappal a kitűzött dátum előtt ugyanakkor sem ők, sem a tanáraik nem tudják, hogy pontosan mire készüljenek. A pedagógusok szakszervezete megyei elnöke elmondta, azt szeretnék, hogy a kormány dolgozzon ki több alternatívát, hiszen teljesen más a vírus tempója és miensége, mint tavaly. Nagyon sok minden felmerült, ötletként is. Felmerült az, hogy csak abból vizsgázzanak, amiből felvételiznek, a többi tantárgyból legyen elég a fél évi jegy. Szlovákiában például ugye most jelent meg, hogy idén eltörölték az érettségit. Ez is egy lehetőség akár mostani érettségiző osztályokra, vagy legyen a felvételi alapja pusztán a félévi érdemjegyek, vagy egy megajánlott jegy. A pedagógusok szakszervezete álláspontja szerint nem kell minden érettségit megtartani. Elegendő lenne, hogyha csak a felvételi tantárgyakból tennének vizsgát. A PS megyei elnöke hozzátette, nem tisztességes ennyire nagy bizonytalanságban tartani a fiatalokat alig másfél hónappal az érettségi előtt. Tiszta, világos és egyértelmű beszédet várnának most már arról, hogy mi az álláspontja a kormánynak, szögezte le Földváriné Jeneses Katalin. Nincs szalagavató, banket, szerenát, közösségi élmények, ballagások, tehát az összes ezzel kapcsolatos emlékekről le kell, hogy mondjanak, holott ennek kéne a legszebb éveknek lenni, a felnőtté válás előtti utolsó év, és csak egy nagyfokú bizonytalanság jutott nekik,
Én azt gondolom, hogy megérdemlik az egyértelmű tájékoztatást és a világos útmutatást. Az érettséginek két fontos funkciója van az oktatásban, egyrészt lezár egy 12 éves tanulási szakaszt, másrészt az egyetemi felvételi alapjául szolgáló szűrőként is működik. A mostani végzősök azonban még a 2020-ban ballagóknál is rosszabb helyzetben vannak, az elmúlt két tanévben ugyanis mindössze 6 hónapot töltöttek iskoláikban. Csomag és kézműves ajándék az olvasóknak. A vírus helyzethez alkalmazkodva várja olvasóit a Versegi Ferenc könyvtár Tallinn Fiók könyvtára. Az online kiválasztott könyveket a könyvtár ajtajában adják át, az idős és beteg olvasóknak házhoz szállítják, és ha valaki kéri, még kézműves csomagot is ajándékoznak a könyvek mellé. Bevált és jól működik. A Tallinn Fiók könyvtár egy évvel ezelőtt a vírushelyzet megjelenésével indította útjára a PAK szolgáltatást. A tapasztalatok azt mutatják, hogy szeretik az olvasók, hiszen hiába van kint az ajtón a zárva tábla, mégis kapcsolatban maradhatnak a könyvtárral és könyvhöz is juthatnak, ha olvasni szeretnének. Az olvasók interneten vagy telefonon rendelhetik meg a könyvtár online katalógusából kiválasztott olvasnivalókat. A kollégák fogadják a kéréseket, összeállítják a könyvcsomagot, melyet a megbeszélt időpontban a Fiók könyvtár ajtajában át is adnak az olvasónak. Ha idős vagy tartósan beteg rendeli könyvet, neki akár házhoz is szállítják. Nekem nagyon hálás feladatom van, mert én vagyok az, aki átadom a könyveket általában, és mindig csupa pozitív visszajelzést kapunk, hogy ez nagyon-nagyon jó ötlet volt, hogy ki lett találva ez a PAK, mert mégis könyvhöz juthat az olvasó. Nem csak olvasni, kézműveskedni is lehet a Fiók könyvtár jóvoltából. A vírus előtti időszakban állandó foglalkozásokon készítettek gyerekekkel apróbb tárgyakat, ajándékokat. Erre a koronavírus miatt most nincs lehetőség. Ezért találták ki a Házhoz visszük a kézművességet programot. Ez alkalommal egy tavaszi asztali díszt készítünk el, háromdimenziós tulipán motívumokkal. A Fiók könyvtár Facebook oldalán megtalálható az a videó, melyben bemutatják, hogyan lehet papírból ceruzatartót készíteni. Akik könyvet választanak és kérik, ajándékban meg is kapják az elkészítéshez szükséges kellékanyagokat. Itt vannak összekészítve a kis kézműves csomagok, és akkor ez tartalmazza a kis ceruzatartóhoz szükséges mintákat. Ezeket csak ki kell vágni, illetve összeragasztani. Benne van a kis papírhenger is, meg még a könyvtár részéről egy kis ajándék, memóriajáték és egy órarend a gyermekeknek. A kézműveskedés kortalan, mondja Sárándi Gabriella. Nincs életkorhoz kötve, ha felnőttnek támad kedve kézműveskedni, akkor nyugodtan ő is elkészítheti, de azért inkább a gyermekkorosztályt céloztuk meg vele. A PAK szolgáltatás és a Házhoz visszük a kézművességet a Versegi Ferenc könyvtár Internet Fiesta elnevezésű programsorozatának részeként online viszi közelebb az olvasnivalót az emberekhez. Biztos, hogy nem lesz olajfalkó döntő a kosárlabda magyar kupában. Az alapszakasz első szolnoki és a második helyet megszerző szombathelyi csapat ugyanis azonos ágra került a ma délelőtti sorsoláson. Élőben közvetítette az interneten a Zsíros Tibor magyar kupa sorsolását a Kosárlabda Szövetség. Az április 7-e és 11-e között a Ludovika Akadémián rendezendő 8-as döntő első mérkőzését a szolnoki Olaj játssza az Albafehérvárral. Ezt követi a Falkó és a Pécs negyed döntője. E két mérkőzés győztese játszik egymással az elődöntőben. A másik ágon a Debrecent a Szegeddel sorsolták össze, a nap utolsó meccse pedig a Paks Körmend lesz. A kupa döntőt nem buborékrendszerben tartják, a csapatok minden mérkőzés után hazautaznak, majd visszatérnek a fővárosba. A negyed döntők közül egyetlen egyet sem közvetít a köztelevízió, a két elődöntőt és a döntőt viszont igen. Az ágrajz alapján biztosan nem lesz olajfalkó döntő, hiszen a két csapat legjobb esetben is az elődöntőben találkozik. Az Európa Kupa legjobb 4 csapata közé juthat szerda este a szolnoki Dózsa, ehhez csak meg kell őriznie a múlt héten Kragujevácon megszerzett előnyét.
két magyar csapat is bejuthat a vízilabda Európa Kupa legjobb négy csapata közé. Az OSC 6 góllal nyerte a negyeddöntő odavágóját a spanyol Sabadell ellen, míg a szolnoki Dózsa idegenben nyert két góllal 14-12-re a szerb Radnički Kragujevac otthonában. A visszavágó holnap 18 órakor kezdődik a vízilabda arénában. Mivel továbbra is minden sportesemény zárt kapus, így a visszavágón sem lehetnek nézők. Viszont a szolnoki klub gondoskodik arról, hogy interneten követhető legyen élőben a találkozó. A Szolnok Televízió Facebook oldalán közzétett linkre kattintva lehet majd nézni a meccset, amelyet csütörtök este 8:30-tól felvételről is megismétlünk. A szolnoki Dózsa legutóbb 2017-ben jutott európai kupasorozatban a legjobb négy közé, akkor meg is nyerte a Bajnokok Ligáját. Négy évvel a sporttörténelmi siker után az Európa Kupában is összejöhet a bravúr. Kedves nézőink, most pedig olvasnivalót ajánlok a szerdai Új Néplapból. A tavasszal együtt a gólyák is megérkeznek, azonban ezekre a kecses, vonuló madarakra nagy veszély leselkedik, méghozzá az elektromosság miatt. Az áramszolgáltatók nagy hangsúlyt fektetnek a madarak védelmére. Az E.ON Hungária csoport idén is fészektartókkal várja a gólyákat. Korábban 4399 védőeszközt telepítettek, márciusra pedig újabb 48 kerül fel az oszlopokra, melyek közül jó néhány megyénk területén található. Az Új Néplap szerdai száma Karcag és környéke, valamint Tiszazugi oldallal jelentkezik. Az aktuális végén nézzük legfontosabb híreinket, még egyszer röviden. Leúsztatták a Tiszán, délután helyére került a vízirendészet stégi a belváros alatt. Zöldbe borul a város két legfiatalabb körforgalma, az egyiket világosítják, a másik cserjetakarót kap. Megvan az ideiglenes rangsor, csütörtökig módosíthatnak a középiskolákba jelentkező diákok a sorrenden. Kedves nézőink, önök a Szolnok Televízió keddi hírműsorát látták, beszámolóinkat ismét megtekinthetik honlapunkon, valamint Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Ötleteiket osszák meg velünk a képernyőn látható elérhetőségeink valamelyikén. Már a valamennyi munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Hírek plusszal holnap reggel jelentkezünk, aktuálissal pedig a szokott időben 19 órától várjuk majd önöket. Viszontlátásra!